A víztartalékról még a szakirodalomban is viszonylag kevés szó esik, ugyanis mindenki átsiklik felette, mindenki beszél a jövedelemszerzésről, megtakarításról, befektetésről, de a víztartalékról külön nem igazán szoktak szót ejteni. Ennek ellenére szerintem az egyik legfontosabb része a személyes pénzügyeidnek, segíthet átvészelni olyan nehéz időszakokat, amelyekre most még csak gondolni sem mersz. Nagyon sokan azért jutnak koldusbotra, azért jutnak nehéz helyzetbe, mert váratlanul éri őket egy szerencsétlenség, egy baleset, egy betegség, és nincsen pénz, amihez nyúljanak. Még hogyha van is befektetett pénzük, nem biztos, hogy hozzá tudnak férni könnyen, és kénytelenek uzsora kamatér is akár, vagy nagy magas kamatér hirtelen kölcsönt venni fel azért, hogy megoldják a vészhelyzetet. Sok szakember véleménye az, hogy legalább 6 hónapnyi költségnek megfelelő összeggel kell rendelkezni a vésztartalékban. Javasolt kiszámolnod, hogy mennyi a megélhetési összeg, amit havonta elköltesz most. Szorozd meg legalább 6-tal, de jobb, ha 12-vel, és azaz a vésztartalék, amire szükséged van. Valószínű, hogy egy nagy összeget fogsz kapni, és hirtelen megijedsz tőle, azt mondod, hú, hát ez rengeteg pénz, én most honnan szedjek elő ilyen sok pénzt vésztartaléknak csak. A válaszom erre az, hogy valóban az összeg nagy, de nem kell egyből előteremteni. Én például úgy járok el, hogy már évek óta, most már azt hiszem a 5. éve, havonta egy bizonyos összeget félreteszek ebből a célból, és szép lassan évek során kigyűjtöm a vésztartalékomat. Kitűztem, hogy mekkora vésztartalékra van szükségem, és minden hónapban teszek el lépést feléje. Mondtam már a megtakarítás videóban, hogy van különféle malackám, különféle megtakarítási célokra, egyik ilyen malacka a vésztartalék. Nem teszek ide nagyon sok összeget, mert elméletileg vészhelyzet nem túl gyakran fordul elő az ember életében, tehát én úgy számolom, hogy néhány évig remélhetőleg nem lesz vészhelyzet, és ha mondjuk 7-8 év alatt sikerül kidűltened a vésztartalékot, az már megfelelő. Másik gyakori kérdés, hogy a vésztartalékot miben kell tartani, hogyan kell azt kezelni. Hát erre viszonylag egyszerű a válasz és a megoldás. Nagyon likvid formában kell tartani, készpénzben, nagy részét bankban, de akár otthon készpénzben is legyen egy bizonyos összeg. Milyen devizanemben? Hát elsősorban abban, amiben nagy valószínűséggel a vészhelyzet lesz. Mondok egy példát, ha leég a házam, akkor valószínűleg lejben kell majd kifizessem az ácsot és a téglát és a cserepet ahhoz, hogy újraépítsem a házam tetejét, tehát én lejben fogom tartani a vésztartalékomat. Ha te viszont Magyarországon élsz, akkor érdemesebb forintban gondolkozni. És ezt az összeget nagyon könnyen elérhetővé kell tenni. Ez azt jelenti, hogy nem kell lekötni, akár még betétbe sem, vagy ha betétben gondolkozó bankbetétben, akkor könnyen felbontható bankbetétben. Úgy kell gondolkozni, hogy amikor baj van, akkor nagyon gyorsan szükséged van a pénzre, akár 24 órán belül is te az összes pénzzel rendelkezned kell. Vegyünk egy példát vésztartalékra. Tegyük fel, hogy 2000 lejes fizetéssel rendelkezel, és elhatározod, hogy egy vésztartalékot szeretnél magadnak kiépíteni. Akkor a minimális vésztartalék, amit ajánlok ez esetben, az 6x2000, az 12000 lej, és ezt jó esetben 10 év alatt jó lenne összegyűjtened. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy évi 1200 lejt kell kigyűjtsél, vagyis havi 100 lejt kéne félretegyél ebből a célból a malackába. A 100 lej a 2000 lejhez képest egy elviselhető összeg, és szerintem elérhető mindenki számára. Nyilván ez a 100 lej, megjegyzem, hogy nem a befektetésre szánt 100 lej. Különbséget kell tenni a vésztartalék céljából megtakarított összegre, és a befektetés céljából megtakarított összeg között. Tehát egyrészt, hogyha valaki megtakarít vésztartalék céljából, az még nem azt jelenti, hogy ő már nem kell külön megtakarítson egy másik malackába befektetés céljából. Az már egy külön malacka. Ezért látjuk, hogy,
hogy azért a megtakarított összeg folyamatosan nő minden malackával. A vésztartalék csak egy cél a megtakarítási célok közül. Ennyit szerettem volna elmondani neked a vésztartalékról, a következő fejezetben pedig a legfontosabb dologról, a jótékonyságról szeretnék neked beszélni. A jótékonyságot garantáltan egyetlen szakkönyvben sem fogod megtalálni, mint a személyes pénzügyek pillérét. A Thinkonomy oldalán további érdekes cikkeket találhatsz a pénzügyekről. A magyarmágnás.ro honlapon is több cikket írtam a pénzügyekről, és figyelmetbe ajánlom a könyvemet is, amennyiben az itt elhangzott témák felkeltették érdeklődésedet. Iratkozz fel egy YouTube csatornánkra, hogy folyamatosan megkapjad a legújabb és legfrissebb információkat a pénzügyek terén.